krumpli ültetés zajlik, és mint mindenről, erről is mindig tanul valamit. Hogyha az ember böngész a neten és videókat nézeket, ez esetben, amit tanultunk a krumpli ültetésről, az az, hogy a kinőtt rügyeket azt le kell törni, mielőtt elültetjük, mert teljesen fölösleges, nem kell ennyi rügy. Kaptunk ilyen tippet is, le fogjuk törni, és most úgy próbáljuk ki. A másik, amit tanultunk, az pedig a zsíros deszkától, és majd beszámolunk róla, hogy működik, illetve számon kérünk, ha nem fog működni, hogy meg lehet felezni a krumpit, vagy akár az ilyen nagyot harmadolni, olyan ponton, hogy minden darabján legyen rügy a krumpli darabon, és ezzel meg lehet duplázni, vagy ez esetben a nagy krumplinál triplázni a mennyiséget a termésnek, hogyha feldaraboljuk a krumplit, mert annál több növény fog kinőni, és értelemszerűen annál több gyökér lesz a több növény miatt, és annál több krumpli lesz a növény gyökérén. Mert hogy a krumpli ilyen. Illetve ami még tanultunk, hogy az ilyen rothadt krumpliból nem lesz semmi. Hát ez elég egyértelműen látszik, hogy nincs rajta rügy, de mivel nem lehet megenni, ezért odaadjuk ugyanúgy a földnek, ha más nem, tápanyagnak biztos jó. Ezt is félbevágjuk, és elültetjük, hát ha mégis lesz belőle valami. Ártani talán nem árt a földnek, mert belerohad, átadja magát a természetnek, és tulajdonképpen így elképzelhető, hogy még ebből is lesz krumpli. Bár tényleg a nagyon fonnyattan nincsen rügy, de van olyan, amelyiken van például. Ez is egy fonnyat, ez is egy eléggé fonnyat krumpli. Ez amúgy az a krumpli, ami megmaradt a tavalyi téli rendelésből, azokból ennyi maradt meg, és ez kirügyezett. Ez is eléggé fonnyadt, és van rajta rügy. Letörjük, és ezt is elültetjük. Csak ezt már nem felezzük meg. Ahol csak egy rügy van, ott az a mit csinálják szerintem? Szerintem azt akkor ne vágjuk, azt masszú marad úgy. És ami még lejött a videóból, nagyon figyelünk mi, nagyon okosak leszünk a neten, az ember nézeget videókat nagyon okos lesz. De amúgy az emlékszel, hogy a hordós krumplis videónál sokan írták, hogy ez nem jött be meg minden. Igen, ott is egy próba volt, egy teszt volt, nem az volt a lényeg, hogy így kell csinálni, hanem de az nekünk volt... bejött? Igen, bejött, mert egy kajálás volt belőle, és a másik, hogy időtöltésünket az de ugyanúgy... De nem kell magyarázkodni, az már fonnyat krumpli volt. Hát fonnyat, meg rendkívül sok rügyesen lett elültetve, és ugyanilyen fonnyat volt, igen. Viszont működött a krumpli héjból is a kinövés, abból is lett krumpli, és itt nem a mennyiség, és nem a piacra dolgozás a lényeg, mint mondjuk például a zsírosnál van, aki zöldségtermelő, és abból él, hanem nekünk az a lényeg, hogy elfoglaljuk magunkat, próbálkozunk, kísérletezünk, mint például most látni fogod, baromi asszályos idő van, most már lassan hónapok óta nem esett eső. Kész van a szeletelés? Na, akkor mutasd meg, hogy még mit ültetünk el. Csak fejezd be a mondatot. Ja, hogy baromi asszályos idő van, és ennek köszönhetően szinte esélytelen, hogy bármi kinőjön, amit elültetünk, de most már el fogjuk ültetni, nem várunk tovább. És hogyha nem nő ki, semmi nem történik, legfeljebb kárba visz ez a krumpli, illetve kárba visz az a pár mag, de akkor is megpróbáltuk. Optimistán állunk hozzá, várjuk az esőt. Esélye az egyelőre nagyon kevés, de attól még elültetni, elültetjük. Aztán jön az eső és kinő, mert így kell történjen. Ha meg nem, mi történt? Mozogtunk a kertbe, el voltunk, és ennyi. Na és még, amit egy valamit még kipróbálunk, ja, ez az a megfelezés darabolás. Tehát van egy darab, amin van rügy, és mindkét vége meg lett vágva, ez így nem tudom, hogy majd működni fog, kiderül. Van még egy rügyes burgonya, szépen fel lett darabolva. Szóval nem vacakoltunk, csináltunk sokat belőle. Ez egy skarp. Azt mondtad még egyszer, mert szép. Skarp. Leleskarp. Ez a nagyon fonnyat volt. De az a lényeg tényleg, hogy fonnyattak ezek a krumplik. Tehát ez már így kajálásra... Nem vásárolt ültető krumpli, mint ahogy például tette zsíros is. Ezt szabályosan csináltam? Ez tökéletes. Nekünk minden szabályos. Ami belekötötték. Nem, jó ez. És látod, ahogy félbe lett vágva, ott a krumpli, látszik rendesen. És még egy valami, ami lejött abba a videóból, sok más infó mellett, az az, hogy az ilyen félbevágott krumplikat hamuba kell megfürgetni. Fogácsázni.
Igen, megfürdetni, bepanírozni tulajdonképpen, mert hogy az akkor a különböző fertőzések, meg vírusok, meg mindenféle... De csak ezt a részét, nem? Úgy az egészet. Az egészet? Igen, az úgy ajánlotta, de most nem zsákolunk, annyi hamu nincsen már, hanem hogy fogjuk, egy zsákba berakjuk a hamut, megrázol, és megrázzuk. Hát ezt mi most egy vödörbe fogjuk megtenni. Tehát ez is, ami új lesz, és kipróbálunk. És ezeket a mind sok tudást, majd amikor egyszer nagyon sok víz lesz, eső, meg minden, akkor már profi termelő leszünk. Nem? Mire eljön az az idő, hogy sok, sok eső meg víz lesz. Na mutasd meg azt, amit még elültetünk, és hogy mi lesz belőle. Mi most vegyem ki egyesével mindent? Nem arra gondolok, hanem hogy azt. Azt majd én majd ja, azt majd csináljuk meg. Ja, jó. Most jön a hamuba süt krumpli, nem pogácsa. Bele rakod, én meg elkezdem kiszen. Ezt mondjuk kiszen. Lehet nem raknám már bele. Azt nem. Így néz ki a hamuba, eltűnik az a sárga krumpli rész. Ja, de előtte a rügyeket törjük le. Tényleg akkor a rügyeket azt tör le. Azt elfelejtettem. Ugye úgy kerüljön bele, hogy a rügyeket letörni róla. És akkor... Csak a rügyet nem is rakjuk bele a földbe? Nem. Az nem kell. Ilyet? Azt is, az is mehet. Megpróbáljuk. Ezt is elültetjük. Azt mondta Tomasz, hogy megpróbáljuk. Hogy lesz-e belőle valami, azt nem tudom, és szerintem ez ki se fog derülni, mivel nem csak ilyeneket ültetünk el. De leszedem viszont a fucsiát. Leszedtük. Akkor az egy sor lesz? Igen, vele zsúfoljuk, mert annál nagyobb az öröm, hogyha látjuk. Csak nem kéne fölé hajolnod, nem? Ja, hamu? Nekünk nem tartott annyit? Fonnyatott a másik mellé. Hagyjad, én mártom. Hát valamit csináljak én. Pont full kitölti. Most azt nem mártjuk be? Ja, de ezt is. Mert ez egybe van, ez fonja. Meg vagyunk. Ennyi. Van itt még ez a rohadt. Azt meg ide a végébe, bele a földbe. Ez nagyon rohadt, ez szétment. És a rügyek akkor nem? Nem. Akkor rügyek mennek, ha nem tudom. Ott maradt egy hely. Ja, ez amelyiket mutattam példának, akkor ezt majd valóvá külön még elrakjuk, mert már sorban nem fér. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Én erre készültem. Amikor mi idejöttünk Pestről, akkor Beigli kutyánk nagyon-nagyon okosan kitalálta, hogy hogyan lehetne több csirkét, illetve csirkét nem, mert azt ugye nem, marhát ültetni a kertbe, tehát marhahúst, úgyhogy ő rendszeresen a marha csontot próbálta elásni a kertbe. Igaz, hogy egy ilyen csontról van szó, ami már ütött kopott volt, és nagyon régi, és teljesen ki volt száradva, de ezt rendszeresen megpróbálta elültetni, mivel hogy nem vált be, ezért mindig egy új helyet keresett neki, és előásta, és újra elásta egy másik helyen, hát ha ott majd sikerülni. Kevésbé volt termőföld az a rész, ahová először nem volt termékeny, tehát nem így jött van. Be, viszont az ötlet nagyon jó volt,
Úgyhogy most ezen felbuzdulva, Beigli kutyánk ötletéből kiindulva, én rájöttem, hogy mi az, amit még szeretnénk termelni, ha már krumpli, akkor én erre készültem, és körülbelül egy héttel, vagy két héttel ezelőtt én félre raktam egy ebédünkből. Mert hogy félre kell rakni, tehát az a lényeg, akkor ezek szerint egy hetet állnia kell, hogyha jól sejtem. Tehát a megsülés után kell egy idő, amíg kiszárad és átalakul, ülthethetővé. Tehát én félre raktam a sült krumplit, kettő darab van igazából, mert mi van, ha nem jön össze, tehát mindig kell egy B-terv. Úgyhogy a két szem sült krumplit azért direkt erre a célból, a célból félre raktam. Most sült krumplit is elültetünk, hogy meglássuk, hogy kinő-e a sült krumpli. Mert a marha sajnos az nem jött össze, de igazából annyira mi marhát nem is eszünk, tehát ja. Ez a Beiglinek lett volna a izéja. Mi most a sült krumplival próbálkozunk. Elültettük a sima krumplit, annak rendje és módja szerint, és most jöjjön a sült krumpli ültetés. És egyúttal látni fogod, hogy milyen minőségű a föld, tehát hogy mennyire poros vagy száraz tényleg. Na és ezt valamilyen külön helyen. Szerintem ide a fél árnyékosba az pont jó neki. Oda egye mellé. Akkor a egye kis mellé. Kanalammal. Jó, oké, és ezt meg mellé jön majd, mert ezt meg ugyanúgy fel kell darabolni. De az nem, mert akkor az csalás, mert akkor az fog kinőni. Ja, az igaz. Na akkor oda. Ide. De meg oké. Jó itt? Viszont megvárom, mert baromi száraz a föld, és a por az egy kicsit nagy lesz, amikor itt betakarjuk. Jó. Milyen mélyre ásta a Beigli? Hát szerintem 4-5 centi az már jó. Na. Mind a kettőt így egy kb. 5-10 centi távolságra. Ja, mert a távolságtartás az fontos az ültetésnél, az be kell tartani, mert különben a növény nem fogja tudni, hogy ki kell bújjon, hogyha nincs kellő távolságban. Na és ezt figyeld majd. A növény se, de a sült krumpli se. Úgyhogy várjuk a sült krumpli kinövéseket. És most akkor jön a betakarás. Én is, nem? Ne hajolj le, mert por van. Nagyon. Tudom, hogy por van. Ezt én így elintézem így. Praktikus, már mindjárt ki is kapálja, amit elásott. Igen, azt nézem, hogy kiszedtem egy-két darabot. Ezt eddig gerebével csinálta, most nem tudom, hogy milyen ok volt ahhoz, vagy milyen indokkal próbálkozik ezzel az eszközzel, de... Hát a szárazság miatt meg könnyen, hát látni lehet, könnyen lehet művelni a földet. Na! Megtörtént a krumpli termesztés első lépése, mi elültettük, innentől már csak az esőre van bízva. Ez mennyi kiló lehetett? Hát ez kettő. Egy... Talán kettő, vagy másfél. De azt feldaraboltuk, akkor azt megdupláztuk, mert hogy dupla termés lesz belőle így, hogyha fel van darabolva. Amúgy a krumpli hegy működött, akkor ez is fog működni, sőt ráadásul még be is hamúztuk. Eddig igazából minden ilyen ültetés egyébként működött, tehát minden krumpli, amit elültettünk, működött, legfeljebb a kevés víz miatt, vagy akár ebbe a hordós történetben ott is a víz volt elsősorban a probléma. Tehát ott az bőséges termés lett volna valószínűleg, hogyha egyrészt a föld mondjuk jobb minőségű. Hát meg hogyha a rügyet nem letörtük volna, lehet, hogy akkor előrébb vagyunk, mert hogy állítólag a sok rügy se jó, hogyha rajta marad. Én a saját tapasztalatról beszélek. Ja, vagy az is, igen. A saját tapasztalat szerint a locsolás az nem volt megfelelő. Hát az nem. Biztos, hogy kevés volt. Nagyjából csak az esővíz volt az, tehát ami magá a csapadék, ami esik az égből, az volt az, ami abba a hordó az egyáltalán? Hát hordó volt, egy műanyag hordó, igen. Belekerült, talán egy-két alkalommal halocsoltuk azon kívül. Tudod, az elején, amikor lelkes vagy, aztán megfeledkezel róla. Aztán meg elfogy a víz, és mint ahogy itt is mostan locsolva nagyon nem lesz, mert nincs mivel. De itt annak van jelentősége a hordós esetben, hogy pont azért nagyon jó példa volt az, mert ha megfeledkezel róla is terem, tehát ez a nagyon fontos az egészben, csak sokan nem látnak a sorok közé. De mindegy,
Ez a hordós eset volt, ez meg most egy szabadföldes eset, minden egyes ilyen más történet, amit elültettünk, krumpli működött, most pedig várjuk, hogy kinőjön a sült krumpli. Külön figyelmet szentelünk majd rá.